Idézem. Jelenleg a gyógyszergyártók a támogatott forgalmok után a termelői ára eső társadalombiztosítási támogatás 12%-át fizetik be az e-alapba havi rendszerességgel. Az egyenleg javítása érdekében szükséges a befizetés mértékét felemelni 20%-ra. Na ez már több, mint a bankoknak a megsarcolása. A gyógyszer ismertetői licenc eddigi évi 5 millió forintról 10 millió forintra emelkedik, havonta 832 ezer forintra. Ez szép. A gyógyszer ismertetői tevékenység adminisztratív terekkel való teljes ellehetetlenítése folyamatban. A gyógyszer ismertetői tevékenység szabálynak megszegéséért kiszabható bírság, drasztikus megemelése. Hát, hogy mit kell tenni 500 millió forintos bírságért, hát államtitkár úr ezt majd biztos elmondja. Erre kíváncsi volnék, megmondom őszintén. Egy gyakorlati utalás, aminek komoly negatív következményei lehetnek. Idézem, a társadalombiztosítási támogatással történő rendelésre jogosult jogsértése esetén a rendelési jogosultságnak legfeljebb egy hónapra történő felfüggesztését tartalmazza a törvényjavaslat. Na, gondoljunk bele, hogy mit jelentett ez egy vidéki háziorvosi szolgálat esetében, ha a betegeinek a doktor egy hónapig nem írhat fel gyógyszereket. Hát mehetnek a szomszéd településre vagy a franc karikába. Következő pont. A törvény a következő bekezdéssel egészül ki. Pont. A gyógyszer ismertetői szabások megsértése esetén bizonyos minősített esetekben az érintett gyógyszer kizárható a társadalom biztosítási támogatásból, ha rendelkezésre áll olyan gyógyszer, amelynek térítési díja 50%-kal nem magasabb. No, leegyszerűsítve. Nem haver versenytárs gyógyszerestül likvidálható, csókos haver 50%-kal drágább gyógyszere rásózható a betegekre. Gratulálok! A bevezetőben említett ellenségkép kialakítás klasszikus példája az úgynevezett szociális konzultáció 8. pontja, amely a gyógyszergyártókat és forgalmazókat próbálja lejáratni. Általánosságban talán annyit, hogy a konzultáció folyik, folyogat, mi meg itten tárgyaljuk a törvényjavaslatot, úgyhogy talán most már nem érdemes visszaküldözgetni ezeket a leveleket ebből a szempontból. A fenti mahinációknak milyen következményei lehetnek a gyógyszeripar, gyógyszerterjesztés, gyógyszerforgalmazás, gyógyszergyártás vonatkozásában? Munkahelyek megszűnése a gyógyszeriparban, gyógyszeripari forgalmazói logisztikai központok kitelepülése Magyarországról, a gyártói kedvezmények radikális csökkenése, a fizetési haladékokkal küszködő egészségügyi szolgáltatások vonatkozásában ez elég tragikus lehet, az innováció, a gyógyszerkutatás, a klinikai gyógyszervizsgálatok visszafejlődése és az orvosképzés számos területén csökkenő tisztességes hozzájárulás, és mind átételesen előbb-utóbb a betegterhek növekedése. A törvénytervezet lehetőséget teremt a legrászorultabb betegréteg, az úgynevezett közgyógyellátottak gyógyszerpalettájának a szűkítésére, szintúgy az indikációhoz kötött kiemelt és emelt társadalombiztosítási támogatáshoz, javaslathoz, indikációhoz kötött gyógyszerek e kategóriába való befogadásának és az azok felírására jogosult körének behatárolására is. Ez nyilván nehézségeket fog okozni a különböző terápiák összeállításában, illetve már a beállított gyógyszeres terápia kényszerű megváltoztatására kényszeríti a betegeket, orvosokat, amikor majd a betegek nem tudják kiváltani a gyógyszereiket. Összességében alig állítható, hogy ez a törvényjavaslat bármilyen módon is hozzájárul az egészségügy feszültségeinek az enyhítéséhez. A nem titkolt forráskivonás pedig tovább súlyosbítja az ágazat gondjait. Lehet, hogy az elkeseredett orvosok és egészség szakdolgozók poharában ez a törvényjavaslat lesz az utolsó csepp. Hát próbáljunk rajta javítani, mert nem vagyok negatív drukker, mert ami rossz a betegeknek, azt én nem támogathatom. Még akkor sem, ha ennek bármiféle vélt vagy valós politikai hozadéka lenne. Próbáljuk jobbá tenni ezt a törvényjavaslatot. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! A KDNP képviselőcsoportja jelezte, hogy két előadó megosztva ismertette a frakció álláspontját. Összesen 20 perces időkeretben. Elsőként megadom a szót Nagy Kálmán képviselő úrnak. Öné a szó. Milyen tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, Garai képviselő úrnak, mielőtt a törvény lényegi részére rátérnék, annyit mondanék el, hogy őt milyen tisztelem és nagyon humánus orvosnak tartom. De el szeretném mondani neki,
hogy én az előző kormányt fejből is tudtam szidni. Akarom mondani, bírálni, papír nem kellett hozzá. Tehát nem olvastam. Tehát azt kell mondanom, hogy amikor egy kicsi elfogult, és akarom, azt akarom mondani, hogy néha szélsőséges expozéját hallottam, akkor az jutott eszembe, hogy Úristen, hányszor ültem itt. És ezeknél sokkal súlyosabb a társadalom, minden réteg és sokkal keményebben érintő törvényeket bíráltam. Mi a célja egy ilyenfajta törvénynek, amit uborka saláta törvénynek, mert ez egyébként volt részem az előző ciklusban is bőven belőle. A saláta törvénynek az a célja, hogy előkészítsen valamit. Itt is arról van szó, hogy 6 különböző törvényt készítenek elő, és ezt törvényt kellett módosítani előtte. Az első a kötelező egészségbiztosítás ellátásáról szóló 1997-i törvény. A második az egészségügyről szóló szintén 1997-i törvény, az egészségügy tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003-i törvény, az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005-i törvény. A következő a biztonságos és gazdaságos gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátásáról szóló 2006-os törvény. Azután következő a munkatörvénykéréről szóló 1992-i törvény és az illetékről szóló 1990-i törvény. Miről van szó alapjában véve, és nem véletlenül osztottuk meg a bevezetőt, a törvénynek a ezzel kapcsolatos bírálatát, illetve ismertetését, értékelését, mert én elsősorban a gyógyszerpiac szabályozásáról szeretnék beszélni. Magyarország egy hihetetlen nagy kihívás előtt áll, önök nem is érzékelik. Egyszerre az elmúlt évben mintegy 300-nál több biológiailag aktív készítmény került forgalomba. Ezeknek az ára 100 000 forint felett van ampullánként rendszerint. Ezeknek a gyógyszer befogadása hatalmas feladat lesz, és ezeknek a hatékonysága az messze meghaladja a korábbi gyógyszereknek a hatékonyságát. Mindenféleképpen új gyógyszerpolitikára van szükség. Ez az új gyógyszerpolitika, ez nagyon szigorúan támogassa azokat a készítményeket, amelyek nélkülözhetetlenek a betegellátásból, de ki kell szűrnie belőle azokat, amelyek jelenleg arra nem alkalmasok, hanem kifejezetten ártalmasak a populáció számára. A mai viszonyok között minden ország kényszerül ilyen jellegű változtatásokra. Természetszerűen szeretnénk a gyógyszerkasszát a jelenlegi helyzetben tartani, de amikor az alapokat ezzel kapcsolatosan átbeszéltük, nem csak ez volt az elsődleges cél. Az elsődleges cél a lakosságnak a jobb ellátása, és pontosan az igen súlyos betegek esetében, mert ezek a gyógyszerek általában az igen súlyos betegekről szólnak. Abban a körben, ahol megjelenik ez a probléma, az az állam, a biztosító, a beteg, az orvos, az egészségügyi szolgáltatók, a gyógyszertárak, a nagykereskedők és a gyártók. És ha valaha van ellenérdekeltség, akkor itt ebben a körben pontosan ezeknek a gyógyszereknek a piacra kerülésével valamilyen hatalmas ellenérdekeltség jelentkezik. És hogyha nem igazítjuk a struktúrát, nem próbáljuk igazítani a struktúrát ehhez, akár a gondolkozásunkban, akár a végrehajtásban, akkor nem az lesz a probléma, mert a betegek valamilyen áron meg fogják szerezni a gyógyszereket, hanem azt, hogy most azért módosítunk, hogy nekik ne kelljen ezt kifizetni, ne legyen ez társadalmi teher. Tehát hozzá kell tennem, hogy ez a munka még csak előkészítő munka, és el fog tartani még egy darabig. Tehát amikor a gyógyszerpiacnak az egyes szereplőit végigvesszük, akkor
ehhez a problémához, amelyiknek a középpontjában a beteg áll, minden szereplőnek valamilyen szinten alkalmazkodnia kell. És ez akkor is így van, hogyha ezt nagyon nehéz tudomásul venni. Tehát azt kell mondanom, hogy ugye az egészségügyi szervezésben három fontos mondat van, amelyiket mind, vagy szó van, amit mindig elmondanak. Az egyik a mérethatékonyság, a másik a költséghatékonyság, a harmadik az allokáció. Aki ezt a hármat tudja, képviselő, az nagyon sok mindent tud. Tehát én azt gondolom, hogy a jelenlegi szituációban ezeket a tényeket figyelembe kell venni, és a következő törvényekben és jogszabályokban, és különösen amikor a gyógyszerellátásról van szó, ezt messze menően alkalmazni kell. Valóban a korrupciót minimalizálni kell. Tehát mindenféleképpen szükség van arra, hogy az orvoslásban meglévő megítélésem szerint bármely más szféránál kisebb, hangsúlyozom, kisebb korrupciót is minimalizálni kell. Ugyanis a korrupciónak a megjelenése az orvoslásban nem direkt, nem áttételes és nem jellemző. Nem jellemző az orvosok nagy tömegére. A betegek pedig igazából sokszor értetlenül állnak a jelenségek felett, mert az újságok címoldalán ezt olvassák, holott ott áll a másik oldalon egy csomó ember, aki reggeltől estig keményen dolgozik értük. Az ösztönzők helyes alkalmazása. Valamilyen féleképpen, mindenféleképpen kell azt a megoldást alkalmaznunk, hogy a gyógyszerfelírást azon a szinten csökkenteni tudjuk, amelyik szinten úgy lehetséges, hogy a betegek nem károsodnak, sőt, bizonyos értelemben egy racionalizálás éppen egészségfejlesztő, hogy a modern kifejezést használjam, hatású. Azonban akkor több pénz jut azokra a gyógyszerekre, amiket be kell hozni ebbe az országba, és be fog kelleni hozni. Tehát ez a kiadás és bevételi oldalon lévő 300 milliárd forintos egyenleg tartása, ez nem föltétlenül és nem egyértelműen csak azzal van összefüggésbe, hogy valamilyen formában mi meg akarunk takarítani a betegeken pénzt. Van egy nagy problémája Magyarországnak, ez a gyógyhatású készítmények problémája, amelyikre a törvény temat teljes körben választ. A gyógyhatású készítmények egy része ma Magyarországon teljesen hatástalan, és súlyos betegek tömegével vásárolják. Ennek a problémának a megoldása azonban rendkívül nehéz. Azt kell mondanom, hogy Európában mindenütt létező problémáról van szó. Olyasmit tudnak adni, amit egy szakmai alapokon működő orvos sosem tud adni 100%-osan a reményt. Mert ők gátlástalan mondhatják azt, hogy mi meggyógyítunk téged. Mi meg tudjuk, hogy ezek a gyógyszerek bizonyos értelemben esetenként csak korlátozottan alkalmasak a betegeknek a meggyógyítására. Másrészt pedig az, hogy igazából soha maradandó egészségkárosítás nélkül nagyon súlyos betegségből nem kerül ki egy ember. Az mindig csak egy hosszú folyamatnak az eredménye. Tehát igen, ennek a cél, ezért volt az, hogy a szakmai kollégium helyett egy 60 új tagozatot tartalmazó tanácsot állítottunk föl. Ezek a tanácsok azok, amelyek a nemzetközi gyógyszerterápiának az újukat rajta tartják ezen, és képesek arra, hogy érzékeljék az itt jelenlévő változásokat, és képesek megakadályozni azt, hogy hatalmas kiadások kimenjenek az államháztartásból, aztán néhány év múlva értékelve belátjuk, hogy ez bizony semmilyenféle egészséghatással nem rendelkeztek. A gyógyszeres gyakorlat eredményessége az véleményem szerint a legfontosabb. Ma is tudok sajnos olyan gyógyszert, amelyik bekerült Magyarországra, promóció révén alkalmazzák,
és az akut leukémia kezelésében nulla hatásossággal bír. Éppen ezért azt gondolom, hogy amikor ezekre a kérdésekre válaszolnunk kell, és amikor megszületik egy ilyen törvény, akkor megkérem Garai képviselő urat, hogy a pozitívumait is lássa. És ha látni fogja, mélyebben beletekint, akkor én azt gondolom, hogy jobban meg is fogja érteni. Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés, most megadom a szót a KDNP másik vezérszónokának, Puskás Tivadarnak, képviselő úr, önnél a szó. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, MSZP-s képviselőtársam, kollégám, hívó szavára, meg amúgy is gondolom, megérkezett Szócska államtitkár úr, úgyhogy úgy gondolom, hogy teljes mértékben a vertikum, a képviselete megvan az egészségügyi irányításnak, úgyhogy tisztelettel üdvözöljük. Való igaz, a 3357-es számú törvényjavaslat az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról, hát nem egy elegáns törvény. Ez egy saláta törvény, a saláta törvényeknek az a helyzet, hogy ez a sorsuk. Nyilván nem az első, valószínűleg nem is az utolsó. Mindannyian tudjuk, hogy a saláta nem egy elegáns növény, de hogyha jól ízesítik, például apósom nagyon jól ízesíti, akkor az a helyzet, hogy megvan az értelme. Nyilván egy ilyen törvénytömegnek, törvénymódosítás tömegnek az az értelme, hogy az adott egészségpolitikai célt a különböző szabályokban, a különböző törvényekben azok változtatásával elérje. Az egészség nem is az egészségügyben keletkezik, ezt mindannyian tudjuk, úgyhogy a szabályozásra meg szükség van. Ez a törvény összesen 9 darab törvény módosításáról szól. 1990-ben íródott az első, és 2006 évi 98-as törvény az utolsó, amelyeknek a módosítása itt szóba kerül. Széles a skála, széles a vertikum. Nyilvánvalóan meg kell nézni, hogy mi a célja. Minden törvényjavaslatnak, még az ilyen saláta törvénynek is megvan a célja. Egyértelmű az a cél, hogy az elfogadott stratégiai irányvonalat megfelelően kövesse. Ez tudjuk, nem tudjuk, persze, hogy tudjuk, ez a Szél Kálmán tervben foglalt előírásoknak az alakítása. Nyilvánvalóan a Semmelweis tervet úgy kell befolyásolni, úgy kell alakítani, hogy ezt megfelelően végre tudja hajtani. A másik dolog pedig a szabályozás pontosítása, korszerűsítése, például a népegészségügy, például az egészségügyi ügyeletek, például az egészségbiztosítás területén. És akkor egy kicsit részletesebben beszéljünk erről, az egészségbiztosítás területéről például. Itt a népszerűen passzív táppénznek nevezett intézmény megszüntetéséről van szó, illetve alakításáról. A táppénz intézményének szellemisége, én úgy gondolom az, hogy a biztosítása jogviszonyban álló beteget, embert, abban az esetben, ha megbetegszik, abban az esetben segítsük a gyógyulásban, és megfelelő ellátást kapjon. Abban az esetben, ha nincsen biztosítási jogviszonyban, akkor nem vonatkoznak rá szabályok. Nyilvánvalóan a dolog éppen az eredetétből fakadóan ugye határesetet mutat, hiszen egy olyan emberről van szó, aki elvesztette valamiért a jogviszonyát, és akkor történik vele valamiféle egészségkárosodás. Valószínűleg
a törvény szövegében érdemes egy feltételes módot betenni, érdemes betenni azt, hogy egyéni elbírálásra szorul néhány eset, ugyanis előfordul egyszer-egyszer az, hogy mondjuk valaki éppen a biztosítási jogviszonyának megszűnte, utáni napon eltöri a lábát. Szó se róla. Ilyenkor ezek kezelendő dolgok, de sajnos, mint ezt tudjuk mindannyian, nyilvánvalóan szociálpolitikai okok miatt a passzív táppénzt alapjában véve sokszor a munkáltató javaslatára, unszol javaslatára vették igénybe a biztosítottak, illetve a biztosítási rendszerből kiesek. Én úgy gondolom, hogy ezt a kérdést mindenképpen rendezni kell. Ehhez a részhez tartozik az is, hogy adott esetben a táppénzt igénybe vevők az orvosi ellátásban előbbre kerülnek. Szó volt róla, hosszú ideig fejtegette itt Gara képviselő úr. Én úgy gondolom, hogy ez egy teljesen természetes dolog, hiszen a táppénznek a lényege, a másik lényege az, hogy minél előbb visszakerüljön a biztosított, ebben az esetben a beteg biztosított a munka világába. Ezt abban az esetben teheti meg, hogyha minél előbb a vizsgálatra, a terápiás lépésre sor kerül. Megjegyzem, ez általánosságban az egészségügynek nagyon fontos dolga, hogy terápiás, diagnosztikus sort állítani nem érdemes. Tehát minél inkább arra kell törekednünk, és ez úgy gondolom pártállástól függetlenül mindenkinek ez a célja, hogy a diagnosztikus lépéseknél a sorállást megszüntessük. Ez egy nagyon fontos lépés. Az utazási költség alakításával kapcsolatban én úgy gondolom, hogy itt a helyi, illetve a helyközi igénybevétel pontosítására kerül sor a törvényszövegben. Az egészség megőrzés kikerül a magyar szóhasználatból, nem tudjuk pontosan mit jelent, de jó néhányszor használtuk. Az egészségfejlesztés, egészségvédelem körülhatárolható. Szó volt arról, hogy a Nemzeti Egészségügyi Tanács megszűnik, és a Nemzeti Egészségügyi Tanács dolgairól néhány szót hadd szóljak. Köszönöm szépen, hogy Gara képviselő úr itten ebéli titulusomat említette. Meg kell, hogy mondjam, a Nemzeti Egészségügyi Tanács ezelőtt 14 évvel az akkori jogszabályi környezetnek és az akkori egészségpolitikai elvárásoknak megfelelően jött létre. Az egészségügy irányításának tanácsadó ellenőrző szervezete. Egy való igaz, sok-sok szektorú ernyőszervezet, amely időközben elavulttá vált, időközben funkcióját nem töltötte be mindig. Korábban olyan is előfordult, hogy az egészség politikai pártatlanságot, hogy szépen fejezzem ki, nem mindig követte. Az utóbbi időben, mondjuk az utóbbi két esztendőben ezek a dolgok megszűntek. A Nemzeti Egészségügyi Tanács, én úgy gondolom, hogy a funkciójában, számos funkciójában a későbbiekben is megtartandó dolgokat tett és kívánt előrevinni.
Úgy látom, hogy az időm lejárt, akkor ezt a későbbiekben folytatom. Úgyhogy köszönöm szépen, mindenképpen úgy gondolom, hogy ez a törvényjavaslat az egészségpolitikai cél elérését szolgálja a különböző törvények változtatásával. Köszönöm. A következő felszólaló Gyenes Géza, a Jobbik vezérszónoka. Képviselő úr, öné a szó. Köszönöm szépen az szót, elnök úr. Tisztelt ház, végül is egy saláta törvény az nagyon jó, mert saláta receptek cseréje is lehetőség nyílik, meg megtudhatjuk, hogy ki csinálja a legjobb salátát a Vas megye környékén. Nos, komolyra fordítva a szót, tény, hogy a kormányzat a nemzet egészségével és egészségügyével kapcsolatos törvénykezést, illetően minden korábbi ígéret ellenére megmentjük az egészségügyet, hát azért jelentős elmaradásban van, ezt meg kell állapítani. Megállapítható továbbá, hogy a kormányzatnak az ellenzékbe töltött 8 évre és a kormányzás 1 évére tekintettel 9 év múltán sem sikerült időben egy tisztázott alapelveken nyugvó elérendő célokat kitűző és a kitűzött célok megvalósításának stratégiai és taktikai lépései tartalmazó koherens egészségpolitikát letenni az ország asztalára. Amennyiben ezzel a munkával időben elkészültek volna, már a kormányzásuk első napjain kijöhettek volna olyan alapkoncepcióhoz szervesen kapcsolódó részszabályzásokkal, mint amilyen a most benyújtott 3357-es törvényjavaslat. Nem szerencsés, ha a részletszabályozásból kell következtetni az alapkoncepcióra, de még nagyobb baj, ha a napi problémák megoldásának igazodási pontjai esetleg hiányoznak. A kormányzat nagy szerencséje, hogy az egészségügy jelenlegi áldatlan állapotában bőséggel akadnak olyan részproblémák, amely megoldásért kiáltanak, és amelynek megoldásával az a látszat kelthető, hogy minden legnagyobb rendben, minden a terveknek megfelelően halad. Ezért van egyébként az ellenzéki bíráló is nehéz helyzetbe, mivel egy jó salátatörvényben mindig vannak olyan részletek, amelyekkel minden politikai megfontolást félretéve szakmailag egyet lehet, sőt egyet kell érteni. Ami pedig a hiányolt alapelveket illeti, nos az eddigi részletszabályozásokból kiindulva elsősorban arra lehet következtetni, hogy az egészségügy rendbetételéhez szükséges források tekintetében külső forrásokban nem, vagy csak alig gondolkodik a kormányzat, erre erősített rá egyébként Szócska államtitkár úr is, amikor a Semmelweis terv végrehajtására született kormányhatározatot bejelentette, és jelezte, hogy a terv megvalósításának nincs különösebb külső forrás igénye. Tény, hogy a kormányhatározat nem parlamenti műfaj, de remélem, hogy az Országgyűlés Egészségügyi Bizottságának módjában lesz majd a kormányhatározat kérdését is megvitatni a tárcával. Látható, hogy az egészségügyre egyelőre csak olyan pénzeket szán a kormányzat, amely belső forrásként állítólag magában a rendszerben rejtőznek, és amelyeket feltárásukat követően kívánnak visszavezetni az egészségügyi ellátórendszerbe. Mindenesetre némi gyanakvással fogadja az ember az ilyen szándékokat, mert az egészségügyben eddig nagyon sok pénzt vettek ki, korábbi kormányok is, és a visszavezetés az általában elmaradt, illetve nem olyan céllal vettek ki, hogy vissza is vezessék. Persze itt most belső források feltárásának a óhaja és kívánalma szerepel. Hogy ezek a visszaforgatott belső tartalékok, már amennyiben vannak a rendszerben, biztos vannak, mire lesznek elegendőek, megoldható-e belőlük az egészségügy legakuttabb problémája, az egészségügyi személyzet hazai pályán való megtartása és a szükséges utánpótlás biztosítása. Nos, ezekre a sürgető napi kérdésekre ma még nem igazán kapható megfelelő válasz. Megjegyzem, ha valaki egy sürgető probléma megoldására nem kellő gyorsasággal, azaz nem kellő időben biztosítja a szükséges forrást, ugyanúgy kudarcot vall, mint aki gyorsan, de elégtelennek bizonyuló forrást talál.
Nos, hát akkor ebből a szemszögből vizsgáljuk meg, hogy a belső források felszabadítása jegyében mire mennek a salátatörvény által megnyitott törvények módosításai. Nyilván a kötelező egészségbiztosításról szóló törvénnyel kapcsolatosan érezhetőek azok a szándékok, hogy és ezek a méltánylódók is ezek a módosítások, így például a táppénzes időnek a rövidítését, ezt már előző hozzászólók is megvitatták. Kétségtelen, hogy a táppénz az valójában arra való, hogy a munkavállaló minél gyorsabban, egészségesen vissza tudjon találni a munkában, és valóban a várólistákban olyan abszurd helyzetek álltak elő, hogy az a betegségéhez szükséges diagnosztikára mondjuk 3 hónapos előjegyzést kapott, ebből kifolyólag 3 hónapig tartották táppénzbe akkor is, hogyha ez egyébként ez a betegség gyorsabban is kezelhető lenne. Tehát ezt el tudjuk fogadni, csak tényleg abba bízunk, hogy a sorállás ezáltal nem fog valami aránytalan méreteket ölteni, és a várólistáknak a várakozás ideje már, aki nem táppénzesként várakozik, hát nem fog olyan extrém méreten módon megnőni, mert azt hiszem, hogy jelen pillanatban mindent mondhatunk, de hogy a várólisták várakozás ideje az kevés lenne, ez mondjuk nem. Nyilván a gyógyászati segédeszközök kiszolgálási feltételének szigorítása is indokolható, és ezzel is lehet bizonyos pénzt megtakarítani.